Sziasztok, én Peti vagyok, és ő itt Smiley a kiskutyám. És hogy hol van Smiley? Smiley-t az eső miatt nem hoztam magammal, de majd lesz vele is tartalom. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Na de lássuk, miért is házok én itt az esőben. Itt Rabindranath Tagore, vagyis a róla készült szobor, akiről azt hallottam, hogy géplakatos volt. Na jó, nem? Ez csak egy poén volt Magyarosi Csaba videójában. Tehát Tagore egy indiai költő volt, aki 1861-ben született, és akkor lett ismert, amikor 1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Nem semmi. Családja az ősidők óta Kalkuttában élt, és finoman is szólva elég tehetősek voltak. Fényűző, palota, hatalmas birtok, meg még minden más. Nem érdekelte a családi biznisz, és ügyvéd sem szeretett volna lenni, hiába akarták azt ráerőltetni. Csak is az irodalom érdekelte, aminek meg is lett az eredménye. Na de akkor mi köze a sétányhoz? 1926 novemberében megérkezett Balatonfüredre és bevonult a szívkórházba, ami a volt Eszterházi kastély, és aminek a helyén savanyvizes források voltak, és a mai napig csordogálnak. Már a 18. században is találtak erről feljegyzéseket. Na de menjünk tovább, mert olyan hosszú története van, hogy egy több órás tartalom is kijönne belőle. Tehát Tagore. Mikor meggyógyult, annak örömére egy fát ültetett, de a sétány átnevezésére igazából csak 1957-ben került sor. Tagore kezdeményezése mozgalommá nőtte ki magát, és azóta számtalan híresség ültetett itt fát, amikkel együtt a szobrok száma is szép számmal nőtt. Ha tetszett ez a kis kulturális videó, akkor mindenképp jelezzétek kommentbe. Sziasztok! We could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. Type of way, well that's fantastic. Nothing to something and now it's drastic. Don't tell your friends, we're so done.